Van egy ilyen nagy vita a politológusok között, hogy ezt tudják, hogy emergence of leadership, tehát hogy alakulnak ki a vezetők. És az egyik szélsőséges vélemény az az, hogy vezetőnek születni kell. Tehát abban az, hogy megszületsz, mindenki tudja, hogy te vezető leszel, mert te olyan vagy. A másik szélsőséges vélemény az az, hogy bárki lehet vezető, mert a kapcsolataid, a közösséged, az életed fog téged vezetővé tenni. Nyilván egyik se igaz, de valahol a kettő között van, és ezt próbálják megérteni, hogy mondjuk egy darázs királynőt, az a születési pillanatából tudjuk, hogy ő királynő lesz, vagy pedig a kapcsolatai miatt, a hálózatban betöltött pozíciója miatt lesz ő a királynő. Tehát ugye, hogyha a hálózat közepén vagyok, akkor sokféle információt hallok, most ezt emberre mondom, de egy darázs is sokféle információt tud integrálni, sok másikkal beszél, tudja, hogy ő egy ragadozót látott, ő nem tudom mit csinált, és lehet, hogy ha egy ilyen információ integrátor lesz valaki, akkor ő lesz a királynő, úgy tűnik. Most Amerikának ez, mondjuk én személy szerint egy fillért nem kaptam, de másoknak fizetnek sokat. Én mindig szerelemről kutatok, tehát az indiai kollégát annyira szeretem, hogy meghív, és akkor kimegyek, és nézzük a darazsokat, meg a disznókat. De én általában nem projektekbe gondolkozom, hogy hol van pénz, hanem jó témákat nézek, és legtöbbször semmi pénz nincs benne. Nekem is én nem látom, lehet, hogy másnak van.